Több mint 110 résztvevője volt annak a konferenciának, ami súlyos és sajnos nagyon aktuális témát tűzött zászlajára. Egyre több az iskolákban az agresszívan viselkedő diák. Egymás megalázása, zaklatása épp úgy jelen van az intézményekben, mint a szülői panasz, rosszabb esetben az apa-anya támadása a tanárok az iskola felé. A jelenség nem helyi és nem is országos, globális probléma, ami a világ szinte minden részét érinti. Az iskola agresszió felerősödött, közben a problémás gyerekek létszáma megnőtt, az esenés gyerekek létszáma átlagosan 20% egy iskolában nagyon magas, tehát és nincs elég gyógypedagógus, nincs elég olyan segítő ember, akik a pedagógusok munkájából ezt a nehézséget kiveszik, tehát neki kell ezzel megküzdeni, és ez őket is elfárasztja, és ettől kiégnek. A kiégés a tanárokra, az intézményvezetőkre nehezedő lelki megpróbáltatások ellen tenni kell. Többek között ezért szervezte a szakmai találkozót a Ceglédi Tankerületi Központ. A programon több előadást is hallhattak a pedagógusok, pszichológusok, intézményvezetők. Bemutatták az egyik támogató programot, amit igénybe vehetnek a tanítók, tanárok. Van egy Van kihez fordulnod program, ez a www.vkf.hu, amelyben akár online segítséget kérhetnek a pedagógusok, ha beregisztrálnak, akár pedig iskolák kérhetnek konkrét segítséget, és hogy egy trénercsapat megjelenik az iskolába, és tulajdonképpen akár fél évig, 2-3 hónapig elmennek oda és támogatják, ha van valami veszteség vagy agresszió, amit kezelni kell. A Ceglédi Tankerületi Központ több támogató programot is szeretne elérhetővé tenni a pedagógusok számára. Többek között ingyenes, akkreditált képzéseket szerveznek, olyan képzéseket, melyek során a konfliktuskezelés, a kiégés megelőzése érdekében különböző módszereket, technikákat sajátíthatnak el a pedagógusok lelki védelmük érdekében.